de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Karácsonyi hangulattal telt meg korra reggel a Mosonmagyaróvári sétáló utca. A város óvodásai öltöztették szebbnél szebb díszekbe fenyőfáikat. A szervező Flash Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy bemutassa, természetes alapanyagokból is lehet szépet alkotni, mondja Pillár Katalin, az intézmény igazgató helyettese. Amint körbenéztek, amint látják a fákat, láthatják azt, hogy hihetetlen, egyszerű dolgokból milyen gyönyörű alkotások készülhetnek. Tehát ha végigjárják itt a papírmunkáktól, a madárelességfáig, tehát rendkívül jó ötleteket meríthetünk a pedagógusoktól. Az óvodák különböző anyagokat használtak fel díszeik elkészítéséhez. Tibáné Kalocsai Zita elmondta, hogy ők madárelesékfát készítettek sok-sok ehető dologgal a kismadarak számára. A szülők olyan kedvesek voltak, tök is, alma is, hozták a hozzávalókat, és összegyúrtott, tehát interneten megnéztük, hogy hogyan lehet ilyen kis díszeket készíteni, szallagot is, ami a hidegben ugye megmarad, meg a hóban. Összegyúrtuk formába, kiöntöttük, aztán fölkötöztük a fára. Akiket nem kötött le a fenyőfák ékesítése, azok játékkal ütötték el az időt. Az elkészült karácsonyfákat ezután az ünnephez illő dalokkal köszöntötték a kicsik. Hozz örömet minnyájunknak, és boldog új évet! A fenyőfák a téli fesztivál végéig fogják ékesíteni a magyar utcát, hirdetve azt, hogy nem kell drága dolgokra költenünk, egyszerű dolgokból is megteremthetjük az ünnep hangulatát. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek! Én köszönöm!